Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Ezen a mai reggelen is három igét olvasok, ahogy egész héten, egy tanácsot, egy ígéretet és egy fohászt. A fohásszal fogjuk befejezni a reggeli csendes perceket. Kolossébeliekhez írt levél 4. rész 2. versében azt olvassuk, az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy amikor nagy bajban vannak, akkor imádkozni kell. És valóban, amikor bajban vagyunk, a legbölcsebb dolog imádkozni. De az ige szerint nem csak akkor kell imádkozni, amikor bajban vagyunk, hanem mindenkor. Az apostol arra buzdít bennünket, hogy legyetek az imádkozásban kitartóak. Szükségünk van erre a bátorításra, erre a buzdításra? Igen. Az imádkozás, mivel sokszor könyörgés, közbenjárás, esedezés, ezért nem mindig könnyű. És úgy gondoljuk, hogy időnként munkának tűnik, időnként fárasztó, időnként talán azt gondoljuk, hogy sokkal több dolgunk van, fontos dolgaink vannak, nincs időnk az imádkozásra. Az ige pedig azt mondja, hogy az imádkozásban legyetek kitartóak. Miért? Mert az imádkozás az Istennel való kapcsolatnak az eszköze. Ezzel, az imádkozással és ezen keresztül, az imádkozáson keresztül beszélgetünk és tartjuk a kapcsolatunkat a mi Istenünkkel. De nem csak azt mondja az apostol, hogy legyetek az imádkozásban kitartóak, hanem azt is, hogy a hálaadásban legyetek kitartóak, tehát ne szűnjetek meg hálát adni. Erre is figyelmeztetni kell engem, erre is figyelmeztetni kell bennünket, mert hát valóban, ahogy említettem, sokszor még a kérésig eljutunk, ha bajban vagyunk, ha szükségünk van, akkor imádkozunk és kérünk az Istentől. De vajon mennyit adunk hálát? És a hálaadásra lehetséges, hogy nem elsősorban az Istennek van szüksége, pedig neki adunk hálát, hozzászáll a hálaadó imánk, de még inkább nekünk van szükségünk. Szükségünk van arra, hogy a hálaadás lelkületével éljünk, hogy hálásak legyünk, hogy mindenben meglássuk a jót, hogy mindenben meglássuk az Istennek a kezét. Ezért is mondja az ige, hogy ne szűnjetek meg hálát adni, és legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Legyetek éberek. Lássátok meg, hogy mi a hálaadásnak az oka. A mai ígéret pedig így hangzik a 145. Zsoltár 19. versében. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Csak is ebben a reménységben borulhatunk le Isten elé. Csak is ezzel a reménységgel fogalmazhatjuk meg a hálánkat és a kéréseinket, hogy Isten meghallgatja az imádságunkat. Nincs kétség. Nem úgy van, hogy elmondjuk az imánkat, és nem tudni, hogy hova jut. Nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye. Lesz-e eredménye? Az ige biztosít arról bennünket, hogy Isten meghallgatja az imádságunkat. Isten válaszol. Isten a javunkat munkálja. Ezzel a reménységgel imádkozzunk ezen a vasárnapon is. És hát mi lehetne a fohászunk témája, mint Uram, taníts minket imádkozni, ahogy a tanítványok kérték, ahogy azt Lukács az evangéliumában feljegyezte a 11. rész első versében. Szükségem van arra, hogy Isten lelke és Isten igéje tanítson az imádságra. Hogy ne öncélú legyen az imádságom. Hogy ne csak magam felé forduló, vagy magamba forduló legyen az imádságom. Hogy ne csak az én szándékaim fogalmazódjanak meg, az én vágyaim, az én panaszaim fogalmazódjanak meg az imádságban, hanem hordozni tudjam szeretteimet, hordozni tudjam a környezetemet, hordozni tudjam országomat, nemzetemet, ezt a világot. Taníts minket imádkozni, kérjük ezen a mai napon is. Egy áldott szép napot kívánok mindenki számára, az ige mellett, az Isten jelenlétében, imádkozva, hálát adva, könyörögve, hogy Isten vezessen bennünket az imádság útján. Szép napot mindenkinek, áldott vasárnapot!